addig mondotta mindezt, amíg maga is elhitte. Aztán hazamentünk. Elhallgatott, és maga elé bámult hosszasan. Lent a völgy útján súlyos teherkocsi zakatolt tova, s a zaj elnyelte néhány hosszú pillanatra a patak szavát. Aztán a völgy fordulója megett, az erdők fölszívták az idegen zajt, s Lábujjhegyen visszatért a csönd. Gerle búgott egy közeli fenyőn, s a rododendronok között cinkék kutattak. Maga nem tudhatja azt, mit jelent hazamenni valahova, ahol az ember soha nem volt otthon. Folytatta a vendégem, s hangja tele volt mély keserűséggel, hazamenni oda, ahol senki se vár ránk. Németországban nem is kaptunk Romániába szóló vízumot, s így Budapestig egy Magyarországra hazatérő kis csoporttal utaztunk együtt. Budapesten aztán megmondta nagyapám, hogy ő Erdélyből való, és oda kíván hazamenni. A hivatalnokok vállat vontak, markunkba nyomtak egy kettőnk számára szóló vasútjegyet a biharpüspöki határállomásig, s azzal elengedtek. Mikor a románok kérték a beutazási engedélyt, nagyapám azt felelte, hogy nekünk olyasmire nincs szükségünk, mert mi odavalók vagyunk, Erdélybe. Néhány napig hurcoltak bennünket a rendőrök ide-oda, faggattak, hogy hol voltunk, mit műveltünk, miért voltunk ott, ahol voltunk, miért hagytuk el ezt az országot, és miért nem tértünk vissza nyomban a háború után. Megtöltöttek feleleteinkkel egy rakás papírost, és végül is vonatra tettek megint, és elküldtek előbb Kolozsvárra, majd Marosvásárhelyre, onnan meg Csíkszeredára. Nagyanyámnak éltek még valami rokonai ott a közelben, azokat beidézték a rendőrségre, s azok aztán megszeppenve és válvonogatva beismerték, hogy emlékeznek nagyapámra, fűrészmalma volt, meg asztaloskodott is a régi világban, leányát pedig valami román orvos vette el feleségül. Arra is emlékeztek, hogy egyik fia a háborúban esett el, s attól volt egy unokája, akit magával vitt, amikor elmenekült a háború elől. Mikor aztán a rendőrtiszt nagy szigorúan megkérdezte nagyapámat, hogy miért hagyta el az országot, egyszerűen ezt felelte. Hogy megmentsem az unokám életét, amint látja, vissza is hoztam, emberré érve. Végül is befogadtak mindkettőnket. Nagyapámnak szállást utaltak ki az egyik hegyen élő rokonnál, s mert meghaladta már a 70-et, munkába se kellett járnia. Magával hozott kis pénzén összevásárolt innen-onnan néhány szerszámot, s ott fenn a hegyen, a rokon csűrjében asztalos műhelyt nyitott. Nem is háborgatta senki. Engem azonban 2 héttel hazatértünk után elvittek katonának. Nyelt egyet, mint aki emlékek ízétől kíván mentődni. Arca elborult, szürkének látszott szinte. Borús tekintetét felén fordította. Tudja maga, mit jelent az, hogy kvíne ungur? Azt jelenti kutya magyar. Azt jelenti, hogy a magyarnak kus Romániában. Hogy a magyar nem is ember a románok földjén, hanem betolakodott csellengő kutya, akinek hasán kell csúsznia, ha meg akar élni a románok hazájában. S a románok hazája egész Erdély. Mindegy, hogy magyarok éltek ott 1000 éven át, vagy nem,
románoké minden, tova a Tiszáig, s még azon túl is. Néhány pillanatig folytott haragtól izzottak a szemei, aztán lehajtotta a fejét. Ott fent, a hegyen, ahova a nagyapámat küldték, még törhetőbb volt. Folytatta csöndesen, de mélyen a fegyelmezett hang alatt érezni lehetett még mindig a keserű indulatot. Mert románok ritkán tévedtek oda, s a fakitermelésnél is csak hivatalosak voltak a románok. A nehéz munkát székelyek végezték. De lent a faluban már más volt a helyzet. A községi irodában csak románul volt szabad szólni, s a vasút állomáson még pofon is verték azt, aki magyarul merte kinyitni a száját. A bútorgyárba pedig, amit alig egy évvel hazatértünk előtt építettek volt oda, magyart föl se vettek. A hegyeken túlról román országból telepítettek oda munkásokat. Gyerekes családokat, mind. Ők miattuk aztán a magyar nyelvű iskolát is átváltoztatták román nyelvűre, s az ékelyek gyermekeinek még az iskola udvarán játék közben sem volt szabad magyar szót ejtenük. Amit azonban velem elkövettek a katonaságnál, azt maguk idekint el se hiszik. Borús tekintete elkalandozott a napsütötte völgy felett, valahová a párás messzeségbe. A csönd mélyén tovább kopogtatta odvas fáját egy láthatatlan harkály, s valahogy olyan volt, mintha valaki hosszú, rozsdás szögeket vert volna bele egy óriási koporsóba. Vonaton küldtek át Ó-Romániába. Folytatta a fiatalember tompa, életlen hangon, Jásiba. Ami nagyon régen, valamikor Jászvárosnak neveztek, nagyapám szerint a magyarok, akik várost építettek ott maguknak. 14-en voltunk, újoncok a faluból. A másik 13 jól beszélt románul, én azonban egy szót se tudtam még akkor. Burkászliban nem tanítottak meg arra, hogy román legyek. Emiatt aztán ott Jásiban, a kaszárnyában, majdnem megöltek az altisztek. Alig érkeztünk oda, még egyenruha se volt rajtunk, s már is lekönnye ungoroztak bennünket, s úgy ordítottak reánk, mintha barmok lettünk volna. Mikor aztán anyaszült meztelen oda kellett járuljunk sorra, egy őrmester asztala elé, és tolba mondjuk az adatainkat, s én egy szót se értettem abból, amit kérdeztek tőlem, az egész világ reám szakadt. Alig dadogtam ki nagy nehezen, hogy nusztyú romaniste, nem tudok románul, amikor a román őrmester már föl is szökött. Az asztal mögül elkékült ábrázattal, s úgy vágott arcon az öklével, hogy nekiestem a falnak. De ez csak a bevezető volt. Ami utána következett, azt el se hinné. Jobb tehát, ha nem is beszélek róla. Már maga a verés is egyik a legsúlyosabb megaláztatásoknak, amit ember érhet. De ruha nélkül, mint egy állat, fetrengeni a padlón, törni a rugásokat, mindent. Elakadt a hangja, nagyot nyelt. Valahol a fák között erdei pinty hívta a párját. Békés füttye szeliden ível tova a hegyoldal fölött. A fiatalember néhány pillanatig, mintha a hang után figyelt volna, aztán sóhajtott megint. Leszolgáltam az éveket, mert nem volt más választásom. Sokszor gondoltam szökésre,
de tudtam, hiába való lett volna. Egy rendőr államban, mint Románia, nincs lehetősége annak, hogy valaki faluról falura bujkálva eljusson a határig. Mindenki gyanús, aki nem ismerős, és mindenki fél szóba állni azzal, aki gyanús. Leszolgáltam hát az éveket. 8 fogamat vesztettem el. 2 bordám meghasadt. Vesevérzés kaptam a rúgásoktól, de leszolgáltam az éveket. Könnye Ungur volt a nevem elejétől végig. Hiába tanultam meg közben románul, rajtam maradt. Én voltam a század rugdasni valója, árnyék szék súrolója, könnye Ungurja. S azóta nem ítélek el senkit, aki megváltoztatja a nevét, letagadja anyanyelvét, származását, csak azért, mert ott kell élnie. Én is megtettem volna bizonyára, ha lehetőséget nyújtanak hozzá. De az én számomra még ez sem jutott. Alig, ha nem meg akartak tartani század csúfjának, könnye Ungurnak, hogy legyen kit rugdossanak, legyen kin haragjukat töltsék, legyen kinek a megaláztatásán röhögjenek. Mikor leszereltek végre, s civil ruhába öltözhettem megint, kezembe nyomtak egy papírost, és ezt mondták. Itt utalt ki számodra munkát a román állam. Vigyázz magadra, könnye Ungur, s becsüld meg a románok jóságát. A kiutalt állás Bukarestre szólt. A városi egészségügyi hivatalhoz, mint takarító személyzet. A papíros szerint 2 héten belül jelentkeznem kell munkára. Elhatároztam, hogy előbb hazamegyek, és megpróbálok valamiféle munkát szerezni nagyapa közelében. Rám nézett. Szája körül félszeg mosoly bujkált, de a tekintete szomorú volt. Hallotta, mit mondtam? Hazamegyek. Micsoda, elfacsarodott értelme van már ennek a szónak. Bármelyik ezek közül inkább számíthatott volna otthonomnak, mint az a székely falu, ahová nagyapám magával hozott. Mégis ez volt az egyetlen hely, ahová hazamehettem. Miért? Mert ott élt az egyetlen ember a földön, aki hozzám tartozott, a nagyapám. Amióta katonának vittek, nem sokat tudhattunk egymásról. Büntetés alatt voltam folytonosan, így aztán szabadságot nem kaphattam, mint mások. Levelet írni csak románul volt szabad, s a századirodás szakszervezetők minden sort elolvastak. Panaszkodásról tehát szó sem lehetett. Nekünk is csak románul írhattak, magyar nyelvű levelet egyszerűen papírkosárba dobtak. Kaptam tehát nagyapámtól néhány sort, minden 2-3 hónapban, amiben egyéb nem volt, mint hogy esik az eső, vagy havazik, vagy süt a nap fent a hegyen. Én is küldtem néhány sort minden 2-3 hónapban arról, hogy jól vagyok, szép az idő, vagy rossz az idő, és semmi több. Mikor fölértem a hegyre, jó 2 óra járásra a kisállomástól, ott leltem nagyapát a félszer alatt az Esztergapadnál. Asztallábon dolgozott. Mikor meglátott, elkönnyesedett a szeme. Hát hazajöttél, mondta. Haza, feleltem, de csak kis időre, ha igaz. Azzal elmondtam a munkaparancs dolgát. Nagyapám homloka közepén megjelent újra a kemény, függőleges ránc, ami annyira jellemezte. Hát, azt még meglássuk, mondta. Azzal bevitt a házba a rokonhoz. Másnap reggel lementünk a községi irodába.
Itt az unokám, mondta nagyapa, elvégezte becsülettel a katonaságot. Adjatok neki valami munkát. Románul beszélt, hibátlanul. A községi írnok, egy beszerábiai fickó rám nézett. Hol a katonaság papírja? Megmutattam neki a leszerelési papíromat, de nem arra volt kíváncsi. Hol a munkapapír? Kérdezte szigorúan. A román kormány mindenkinek munkát ad, aki leszolgálja a katonaságot. Mikor nagyapám elmondta neki, hogy miről van szó, hogy mint egyetlen unokáját szeretne öregségére maga mellett tudni, az írnok megcsóválta a fejét. Parancs az parancs, mondta. Aki Bukarestben kap munkát, annak oda kell mennie. Örvendjen az unokát, hogy ilyen szerencse érte. Az ország szépséges fővárosában élhet. Én magam is örömmel cserélnék vele, érted? Neked pedig nincs szükséged senkire. Mi elgondozzuk az öregeket. A szocialista Románia egyformán gondoskodik minden polgáráról. Nem szorulsz az unokád segítségére. Nagyapám még próbált szót érteni az írnokkal, de az elzavart bennünket. Nincs időm felesleges dolgokról fecsegni, öreg, mondta türelmetlenül. Unokád majd meglátogathat, mikor szabadságot kapna, erígy! A sikertelenség bosszantotta nagyapámat. A községi irodáról egyenesen átvitt az erdészeti hivatalba. Itt az unokám, taszított oda az íróasztalnál ülő hivatalos személy elé, mint erdész ember unokája, azt akarom, hogy megtanulja a fadöntés mesterségét. Adjatok neki valami munkát fent a kitermelésnél, kemény, emberhez illő munkát, hadd fejlődjenek az izmai, bővüljön a tüdeje a hegyi levegőben. De hiába volt a hangos, vidám föllépés, a savanyú képű írnok nem vidult fel tőle. Ha a munkát akar, ne hozzám jöjjön, mondta fagyosan, menjen föl a kitermelési irodába a munkavezetőhöz. Gondoltam, hogyha a fő erdész úr küldene vele egy kis cédulát. Próbálkozott tovább a nagyapám. Elvégre erdész ember unokájáról van szó. De az írnok hangja lefagyasztotta arcáról az oda erőszakolt mosolyt. A fő erdész úr nincs a hivatalban, de különben sem adna ajánlást senki unokájának. Azok az idők eltűntek, öreg. Az unokát fadöntő munkát keres, menjen föl a munkavezetőhöz. Szegény nagyapa. Élete végéig se mondott le arról a század első feléből magával hozott joviális rábeszélési módszeréről, ami úgy látszik, jellemző lehetett úgy a régi Magyarország, mint a régi Románia társadalmi életére. Németországban még ment vele valamire, olykor-olykor. De az új Románia urait nem melegítette föl, inkább bosszantotta. Bizonyára a régi polgári osztály idejét múlt hagyatékát látták benne, s ahelyett, hogy használt volna nagyapámnak ez a joviális, derűs és barátságos fellépése, határozottan ártott. Élete végéig sem tudta ezt megérteni. A barátságos, derűs fellépés annyira hozzátartozott, egyszerű emberi tulajdonság volt ez nála, teljesen független minden politikai irányzattól, de a mai világban ezt bizonyára nehéz megérteni. Ma mindenki ejtett szó mögött, minden arcmozdulat mögött valamilyen eltitkolt politikai állásfoglalás keresnek az emberek. Szavai elvesztek az erdők mély csöndjében, mely úgy nehezedett körénk, mint egy súlyos,
aranyportól izzó üvegbúra. A langyos délutáni napfény csillant a fák levelén, s megszikrázott az ég gyönyörű sötét kék sejmén. Valahol messze, az országút irányában motorkerékpár pattogott, mintha valaki forró tepsiben török búzát pattogtatott volna. A kitermelési iroda a lópatak torkában volt, folytatta a fiatalember kis szünet után, és hangja hűvös volt, mintha erőltetetten hűvös lenne, mint az olyani, aki igyekszik megtartani a tárgyilagosságát, bár minden idegszála sikoltani szeretne. Nem messzire attól a helytől, ahol valamikor nagyapám háza állt, és ahova annak idején nagyanyámat temették el. A ház helyét már csak egy nagy, csúnya csalánfolt jelezte a patak és a fiatalos sűrűje között, de a sír az már egészen eltűnt. Felfalta a bozót. Mindegy, mondta nagyapám, ahogy tova haladtunk a csalánfolt mellett. A lelke azért itt van valahol, érzem. Azzal nem bír semmiféle rendszer, a lélekkel. Megkönnyesedett a szeme, ahogy a bozótot kutatta, s több szó nem is esett, míg a kitermelés aljába nem értünk. Az iroda egy odavontatott kis bádog épület volt. Mögötte munkások számára emelt, hosszú födelek húzódtak el messzire a patak mentében, s a födelek alatt penészszagú szalmán pokrócok hevertek, batyúk és zsákok. Az iroda előtt néhány ember állt, borotválatlanul komor nézésű napszitta fadöntők. Adjon Isten, szólt oda feléjük a nagyapám. Egy-kettő szótlanul megbólintotta a fejét, a többi még annyira sem éltatta a köszöntést. Nagyapám kopogott a bádog ajtón, aztán benyitott. Rozoga, piszkos asztal meget ingújas, szűrös, nagy darab ember terpeszkedett. Ha? Mordolt reánk barátságtalanul. Nagyapám előadta, hogy miben járunk. Elmondta ugyanazt, szinte szórul szóra, amit a faluban is elmondott, hogy erdész ember unokája, meg kell tanulja a fadöntést, meg mindezt. Te erdész vagy! Merett rá a szőrös. Az, bólintott nagyapám önérzetesen. Hol? Itt. Itt. Mikor? Régen. Még az első nagy háború előtt. A nagy szőrös román úgy bámult nagyapámra, mint aki bolondot lát. Az első háború előtt, ismételte a szót, a nagy urak idejében mi? Utána szénégető lettem, fordított egyet nagyapám a társadalmi helyzeten, majd fűrészes, ma asztalos vagyok. A szőrös megcsóválta a fejét, aztán felém bökött. És ez az unokád, he? Igen. Hol volt eddig? Most ért haza a katonaságtól. A szőrös rám nézett. Hol a munkapapírod? Éppen erről van szó. Próbálta nagyapám elmagyarázni a dolgot. A papír Bukarestre szól. De ő itt szeretne fadöntést tanulni. Szeretne, mi? Mordult föl a munkavezető, majd súlyos nagyoklével az asztalra ütött, és üvöltödni kezdett reánk. Régi úr unokája nem szeretne ezt, vagy szeretne azt, hanem teszi, amit parancsolnak neki. A régi urak világa eltelt öreg. Itt szocialista, nagy Romániában vagy, érted? Nagyapámnak elsötétedett az arca. Szája széle is megrándult a sűrű, fehér bajusz alatt. De csak annyit mondott. Meg is látszik. Azzal már fordult is a sarkán az ajtó felé. De tovább már nem jutott.
A szőrös kirúgta maga alól a rozogaszéket, és akkorát bömbölt, hogy megrázkodtak bele a bádog iroda vékony falai. Mit mondtál? Könnye, ungurn, nem jó neked a szocialista román köztársaság, mi? Királyság kell, magyar grófok világa kell, hogy a szuka anyádnak azt a... S már neki is rontott nagyapámnak az öklivel. Nagyapám megtántorodott ugyanaz ütéstől, de nem esett el. Hiába volt már közel a 80-hoz, az ereje még megvolt. Úgy ütötte vissza a szőröset, hogy az feldöntötte az írásokkal megrakott asztalt, és elnyúlt a földön, mint egy nagy varasbéka. Gyere, mondta nagyapám nehezen szuszogva, s már lépett is az ajtó felé. A kint ácsorgók mind felénk fordultak, amikor kiléptünk az irodából. Senki se szólt, csak néztek minket némán, ahogy kiléptünk az iroda ajtaján. Elől nagyapám, mögötte én, ahogy kirincse csuktam a bádog ajtót, s ahogy megindultunk fölfelé a hegyen. Ebből baj lesz, mondtam nagyapámnak, amikor fentebb, a szálas erdő szélén szusszanni megálltunk. Esteredett már. Szépek és békések voltak körös körül a hegyek, akár csak itt. Tudom, felelte tompán, s többet nem mondott. Sötét volt már, mire fölértünk. Útközben szedtünk néhány jóféle gombát a szállásban, azt megfőzte nagyapám paprikáson, s megettük polickával. Alig fejeztük be az evést, ugatni kezdett a kutya odakint. Amál néném kilesett az ajtón a csillagos éjszakába, s arca megszürkült. Katonák jönnek, mondta. Gergő bátyám lejjebb húzta a lámpa kanócát, s odasúgott nagyapámhoz. A hátsó ablakon még kimászhat elszen, én majd szóval tartom őket egy darabig. De nagyapám megrázta a fejét. Nem loptam, nem raboltam. Még csak meg sem gyilkoltam senkit. Mindössze visszaütöttem azt, aki ok nélkül megütött. Azzal ülve maradt a székén. Még akkor se kelt lábra, amikor a milícia tányér sapkásai berúgták az ajtót. Gergő bátyám és Amál néném egymás mellett állottak a kemence előtt. Én ott álltam az ablaknál, nagyapám pedig csak ült a konyhaszoba közepén és nézte a betolakodókat. Négyen voltak. Egy szakaszvezető, két közlegény, s megettük az egyik bozontos fadöntő, akit ott láttunk volt ácsorogni a többi között az iroda előtt. Melyik az a büdös reakciós könnye ungor, amelyiknek Magyarország kell ide? Üvöltött reánk a hegymászástól kiveresedett ábrázatú szakaszvezető, s öklével a pisztolytáskájára csapott, mintha ott nyomban le akart volna mészárolni valamennyiünket. Az ott, az asztal mellett, a széken. Szólalt meg a háta, megett a fadöntő. A szakasz vezető rávicsorgott nagyapámra, s lépett egy nagyot feléje. Nagyapám csak ült ott békésen. Hát te vagy az? Könnye ungur, mi? Ordított rá a szakaszvezető. Állj lábra, amikor hozzád beszélek, vén reakciós forradalmár disznó. Vagy arra vágysz, hogy én emeljelek lábra, mi? Azzal megmarkolta a nagyapám nyakán az inget, és fölrántotta a székből. Verekedni szeretsz, mi? Hát adok én neked verekedést, vén disznó. Azzal ütötte, verte nagyapámat, ahol csak érte. Arcát, fejét, s amikor összeesett, tovább rugdosta a döngölt agyakpadlón. Elkaptam a karját. Domnus szakaszvezető, mondtam neki,
Öreg ember már ő, ne bántsd! Dühösen lökött el magától újra, és a pisztolytáskájára csapott. Forradalmat akartok, mi? Tajtékzott Reán gonoszul, majd agyonlőlek benneteket, kutyák, mindegy szálig. Majd megtanítalak én fellázadni a román nép ellen. Terejétek össze ezt a csürhét, riadt az embereire. Majd lent az őrsön, kiverem belőlük az igazat. De erre már nem került sor. Alig tértünk le a főgerinc birkacsapásáról, a falu felé futó ösvényre, amikor nagyapám csak megtántorodott, s nekidőlt egy bükkfának. Szedd a lábat, könnyű ungur! Förmet Reá, egyik miliciai legénys oldalba lökte a puskával. Nagyapám megfogódzott a fába, és lassan összecsuklott mellette. Odaugrottam és lehajoltam hozzá, de az éjszaka sötétjében nem láttam az arcát. Csak hörgést hallottam. – mi történik ott? – szólt hátra a szakaszvezető. – Az öreg összeesett – magyarázta a közlegény. – Majd életet rugok beléje – mordult a szakaszvezető. Villanylámpa kattant. A vakító fénycsóva végig táncolt a körül állókon, majd meglelte nagyapámat a földön, és megállt az arcán. Rá se ismertem volna. Szürke volt az arca, mint a kiszáradt, kilúgozott hamu, amit régi pásztor tüzekhelyén talál az ember. Kiégett tüzekhelyén. Kiütköztek bőre alól a csontok. Szeme nyitva volt, rettenetesen nyitva, és fölmerett az ösvényre hajló fák sötét koronáira, s azokon is túl, iszonyú magosban, a csillagos égbolt kicsike foltjára. A szakaszvezető keze lenyúlt, és megérintette nagyapám szemét. A szem megserebbent az érintéstől. Mereven, magacsul nézett föl arra néhány sápat kis csillagra, ami a csillagos égbolt végtelenségéből búcsúzó tekintete számára maradt. A szakaszvezető kiegyenesedett, s a villanylámpa újra kattant egyet a csöndben. Mélységes sötétség hult reánk ott az erdőben. Murit, mondta a szakaszvezető, egyszerűen meghalt. Rokonai vagytok? Fordult felénk. Unokája vagyok. Feleltem, vigyétek haza. Felelte a szakaszvezető, temessétek el, a ti dolgotok. Hájdic! Mordult oda az embereihez, s már ment is velük lefelé az ösvényen a falu felé. Mi pedig ott maradtunk hárman az erdő sötétjében, nagyapám mellett. A lassan aláhajló nap szelíd fénye arannyal fröcskölte be alattunk a szálerdő szürke fatörzseit. Az albozódban rigók matadtak. Mélyen lent a sziklák odvaiban valahol megszólalt egy bagoly. Mély, bánatos hangja végig borzongott az erdő csöndjén. Ismeri-e azt az érzést, amikor az ember egyszerre csak rádöbben, hogy egyedül van? Szólalt meg mellettem a fiatal ember hangja folytottan, teljesen egyedül. Olyan egyedül, mint egy darab kő az éjszakában, amit egy kéz meggondolatlanul alátaszít egy feneketlen fekete vízű tóba. Azon az éjszakán, ott a néma, sötét erdőben, ahogy Gergő bátyámmal, surgyéfából készült hordágyra kötözve vittük nagyapám élettelen testét vissza a házhoz,
Egyszerre csak rádöbbentem arra, hogy egyedül maradtam. Se családom nem volt többé, se rokonom, se otthonom, még csak hazám se érti. Nagyapám rokonai megtűrtek ugyan, de nem fogadtak be, mint ahogy nagyapámat se fogadták be soha. Idegenek voltunk számukra, úri népek. Ami pedig a hazát illeti, nagyapám szerint Erdély volt a hazám, s a nemzetiségem magyar. Ezt tanították az iskolában, Burkastelban, Németföldön, magyar menekült tanítók, magyar menekült gyerekeknek. Viszont amit ettől a hazától kaptam, az ott töltött esztendők során, azt halálos ellenségem számára se kívánom, mert ellenkezik minden törvénnyel, amit az emberi létezés alapján nagyapám belém nevelt. Ember szeretet, jó indulat, igazságosság, tisztesség. Olyan fogalmak voltak ezek, melyeknek lényege teljesen ismeretlennek tűnt abban az országban, amit hazámnak kellett volna nevezzek. Érdekes, folytatta kis idő múlva, ahogy itt ülök és hallgatom az erdő békés neszeit, eszembe jutnak újra azok a hegyek, ahova nagyapám vitt magával, hogy otthont és hazát lejjek közöttük. Ott is olyan szép volt a csönd. Mielőtt katonának vittek, volt néhány szép napunk. Amikor ott ülhettünk kettesben nagyapával, a fészer előtti kispadon, és nézhettük az estébe süllyedő hegyeket. Vagy ültünk gombaszedés közben egy kis kidőlt fatörzsön, valahol a szállásban, s őzbakot figyeltünk, vagy a mókusok játékát. A világ valóban szépségesnek látszott onnan, jónak és békességesnek. Mint ahogy jónak és békességesnek tűnik innen is, igaz? A rosszat mindig emberek okozzák, a törtető emberek, a hatalmaskodó, uralmukkal kérkedő emberek, a szánalmasan megalázkodók, a megfélemlítettek, akik rá sem mernek nézni arra, aki valamiképpen más, mint ők, mert úgy érzik, hogy ezzel baj és veszedelem árnyékát hordozza magával, és mert úgy érzik, ezáltal úgy is van, hiszen ember és nép önmagából vetíti elő a sorsot, amit viselnie kell. Elakadt a szava. Valahol a szemközti hegyoldalon magányosan kopócsa holt, lustán hosszú időközökben, mint aki elvesző nyomot keres. Panaszos hangja föl-föl hasogatta az alkonyodó csöndet, mint élesen fakés a rosszul dagasztott tésztát, mely nyúlósan bezárul újra a vágás nyomán. Nem tudom, megérti, amit mondok, sóhajtott mellettem a fiatal ember, hiszen úgy tudom, maga sohasem volt otthon, ahogy mondják, mióta ez az otthon rablók, rabtartok és rabok tanyája lett. Azok a rokonok, akik között szállást utaltak ki számunkra a fegyveres hatalom, szívesebben vették volna, ha másfelé megyünk. Mert úgyis, mint hazatérő menekültek, úgyis, mint volt úri népek, megbélyegzettek voltunk a hatalom szemében. Gergő bátyám és Amál néném valósággal megkönnyebbültek, amikor nagyapámat eltemettük ott az erdő szélen, és én megmondtam nekik, hogy Bukarestbe kell mennem, mert ott utaltak ki számomra munkát. Pedig nem rossz emberek, csak félnek. Előre félnek, érti? Amikor az a szakaszvezető meg az emberei ránk törtek azon az estén, Amál néném megijedt kissé az elején.
De hamarosan elmúlt az ijegység, amikor a baj rajtunk volt már. Gergő bátyámon pedig nyoma sem látszott az ijegységnek. Úgy viselte a ránk szakadt bajt egykedvűen, mintha csak egy zsák pityókát cipelt volna a vállán. Azok, akik ott élnek, már nem ijednek meg semmitől, azonban félnek. Állandóan, folyamatosan, szünet nélkül félnek. Nem tudom, megérti a különbséget a kettők között. Ijegység és félelem. Az egyik pillanatnyi bénító idegállapot, a másik egy szellemi álláspont a világgal szemben, világfelfogás, világnézet. A rabszolgaság egyetemes világnézete, ami durva és kegyetlen erőszak termel ki rendre a leigázottak lelkében és agysejtjeiben, s amely korlátlan hatalmat biztosít a leigázók számára, még akkor is, ha a rabszolgák létszámával szemben az ostort suhogtatók száma nevetségesen csekély. A félelem az emberiség legnagyobb ellensége. Nem az ilyen vagy amolyan diktátorok. A félelem maga, amit a diktátorok mesterségesen állítanak elő, mint valami idegbénító, agysejtekre nehezedő, szemmel nem is látható szert, aminek gázával megfertőzik és megbénítják a népeket. Tudja-e azt, hogy még Oroszországban is mindössze 4,5%-a a lakosságnak kommunista? És ezeknek is nagy része csak azért vallja magát annak, hogy jobb fizetést kapjanak. A többit a félelem tartja gúzsba kötve. Ha nem lenne olyan szörnyűségesen tragikus, nevetni lehetne ezen. Az a fadöntő, aki a milícia embereit fölvezette a hegyre és rámutatott nagyapámra ott a ház félhomályában, mint annak idején Júdás az Úr Jézusra, magyar volt akár csak mi. De a nagy szőrös román, aki a fadöntők felett uralkodva az államhatalmat képviselte, rangot adott neki. Banda felelőssé tette meg. Emiatt aztán ez a magyar úgy érezte, hogy ezzel ő már kiemelkedett a rabszolgák közül, a rabtartók közé, s ennél fogva az ökölcsapások dolgában jogosnak fogadta el azt, amit a román adott nagyapámnak, és jogtalannak, amit nagyapám adott a románnak. Nagyapám úgy nevezte ezt, hogy a rabszolga mentalitás, és nagyon elkeserítette, hogy magyarok között is elterjedt, mint valami ragályos betegség, és nemzetből néppé alacsonyította le őket, idegen járomban. Ott, nagyapám temetésén döbbentem rá valóban először, hogy nem tartozom sehova, sem az uralkodókhoz, sem a rabszolgákhoz. Akkor még nem értettem meg ennek az okát, csupán egy zavaros, jéghideg érzés volt bennem, mely egyszerre megcsapott ott, a nyitott sír előtt, melybe Gergő bátyámmal kettesben eresztettük alá nagyapám koporsóját. Rajtunk kívül csak Amál néném álltott, szipogva, ahogy illett, meg egy vénember, akinek a nevét se tudom, s aki valamelyik közeli birkakarámból jött át, hogy elmondja nagyapám felett az imádságot a pap helyett, akinek egyéb dolga volt lent a faluban. A koporsót is én kalapáltam össze egymagamban néhány szál deszkából, amit ott leltem nagyapám műhelyében. Mikor belefektettük nagyapát abba a koporsóba, és Gergő bátyámmal kettesben cipeltük az erdő szélén,
ahol már jó előre megástuk volt a sírt, sírás folytogatta a torkomat. A sírgödörhöz érve azonban belém fagytak a könnyek. Tudja, mire emlékeztetett nagyapám temetése? Mielőtt Münchenbe költöztünk volna, kint éltünk egy kis bajor falu fölött, az erdőszélen. Egy mogorva parasztnál, akit től nagyapám szobát bérelt munka ellenében. Egy kis kutyára tettünk szert ott. Kajlafülű korcs állat volt, de hozzánk tartozott. Néhány év múlva Münchenbe költöztünk, magunkkal vittük. Alig 2 hétre rá elütötte egy teherkocsi az utcán. Összetört véres kicsi testét, papírdobozba tettük, s este villamosra ülve kivittük a végállomásig. Senki se tudhatta, hogy mi volt a dobozban. A végállomáson leszálltunk vele, és besétáltunk az erdőbe. Jó messzire, ahonnan már a házakat se lehetett látni. Ott nagyapám elővette az összehajtogatható cserkész ásót és gödröt ásott vele. Majd betettük a dobozt a gödörbe, és nagyapám összetette a kezeit, és így mondta. Uramisten, itt megyem föl hozzád egy hűséges kis lélek. Kutya volt szegényke, mindössze idelent, de több szeretet volt benne, mint nagyon sok emberben. Fogad, Uram, szeretettel, s adj neki odafönt is valami hozzáillő munkát, elvégzi ő becsülettel és hűséggel, tudom. Jó utat, pajtás, legyen veled az Úristen. Ámen. Csorogtak a könnyeim, s a zokogást sem tudtam visszafojtani. Ostoba kis szertartás volt, tudom. A világ nagy problémáihoz mérten nevetséges is. De az emléke örökre megmaradt bennem, pedig 6 éves is alig lehettem akkor. Aztán ott, nagyapám sírjánál egyszer csak eszembe jutott valami. S a könnyek belém fagytak, mert annak a kis korcskutyának lássa, szebb és emberibb temetése volt, mint nagyapámnak. Miért? Mert nagyapám szívében több érzés volt egy kutya számára, mint ő iránta azoknak, akiket rokonainak tudott, akiknek jövendőjét annyira a lelkén viselte, hogy meg akarta őrizni számukra mindazokat az emberi értékeket, melyeket minden egyébnél fontosnak tartott. Az ember szeretetet, igazság szeretetet, tisztességet, jóságot, hűséget, becsületet. Mindazt, aminek szimbólumaként ott hordozta szíve fölött azt a 2 kis színe hagyott szomorú kis virágot, melyek most ott vannak a maga kezében. Nagyapa jó ember volt, okos is volt, valamit azonban nem tudott. Azt, hogy ezeket az értékeket nem lehet mások számára megőrizni. Mindenki saját maga kell végezze az őrizés munkáját saját lelkében, saját maga számára. Ezt a munkát mások helyett elvégezni nem lehet, igaz? Mások helyett nem lehetünk emberségesek, igazságosak, hűségesek. Ezt mindenki önmaga kell elvégezze önmagában. Ez volt nagyapám egyetlen nagy tévedése. Elakadt a hangja. Szeme elnézett a fák közé, Isten tudja hová. Odaállt a szemközti oldalon, elhallgatott közben a magányos kopó is, s a csöndet csak a patak zenéje borzolta meg lentről. Azt mondtam az elébb, szólalt meg újra a fiatalember kis idő múlva, hogy ott döbbentem rá először, nagyapám sírja mellett, hogy nem tartozom sehova.
se a rabszolgatartókhoz, se a rabszolgákhoz. Akkor még nem értettem ennek az okát, de ma már tudom. Nagyapám jó voltából kint nevelkedtem föl Szabadföldön. Szabadföldön, vagyis olyan körülmények között, melyek lehetővé tették nagyapám számára azt, hogy becsületes munkával megkeresse a kenyeret, anélkül, hogy elveit, belső meggyőződését fel kellett volna áldozza miatta. Az én számomra pedig lehetővé tette azt, hogy nagyapám becsületes munkájának az árán olyan iskolába járjak, melyek egy idegen ország közepén is megőrzött magyarnak és ellátott mindazokkal a szellemi fegyverekkel, melyek a megélhetéshez szükségesek. Tehát nem jutott alkalmam arra, hogy valamely erőszakos rendszer nyomása alatt, akár rabszolgatartóvá, akár rabszolgává változzak. Megmaradtam a kettő között, aminek nagyapám szánt, embernek és magyarnak. Ezért nem tartózhattam ottan sehova. És attól a perctől kezdve, hogy ott a hegyen, nagyapám sírgödre mellett, rádöbbentem erre, egyetlen törekvésem az volt, hogy kiszabaduljak valamiképpen abból a földre vetített pokolból. De tudja, valami történt ott mégis. Ahogy Gergő bátyámmal lapátoltuk nagyapám koporsójára a göröngyöket, koppantak a göröngyök a deszkán, s minden koppanás, mintha valami titokzatos nyelven egy szót jelentett volna, nagyapám szavait, ember szeretetet, megértést, hűséget, tisztességet, becsületet, jóságot. Olyan volt, mintha ezeket a szavakat, és mindazt, amit ezek a szavak jelentenek, oda temettük volna nagyapám mellé. Egyiket a másik után. Míg egyetlen egy sem maradt belőlük többé ezen a világon. Úgy tűnt akkor, mikor a sírhalom feldomborodott, letettük a lapátot, hátat fordítottam Gergő bátyámnak, Amál nénémnek, szót se szóltam hozzájuk, csak elindultam a gerinc mentén le a vasútállomáshoz. Még csak vissza se néztem. 4 évig dolgoztam Bukarestben, ahová rabtartóim beosztottak. Az 5. évben kijöttem, hogy miképpen, az már nem is fontos. Van azonban valami, ami mindennél fontosabb, s ezt el kell még mondanom. Ezért vagyok itt. Ezekről a virágokról van szó, amiket a kezében tart, és mindarról, amit nagyapám számára jelentettek. Azokról a szavakról van szó, amiket a koporsó deszkája visszakopogott reám, ahogy a göröngyöket lapátoltam a sírgödörbe. Amelyekről azt hittem, hogy együtt temettem el őket nagyapámmal. Ma már tudom, hogy nagyapámnak igaza volt. Nem lehet ezeket eltemetni, mert ezek az igazi, maradandó emberi értékek. Ezt üzente nekem akkor nagyapám a koporsóból, mint utolsó üzenetet, csak én nem értettem még meg. Ma már megértem. Rám nézett egyenesen a szemembe. Nézése egyenes volt, kemény és meleg. Emlékeztetett egy régi szempárra, mert ugyanilyen mélységgel nézett volt reám sok esztendővel ezelőtt, egy ázott erdő mélyén, Erdély határán. Hisz Istenben? A kérdés váratlansága megdöbbentett, s ez a döbbenet kiülhetett az arcomra is, mert vendégem elmosolyodott.
Nem arról az elskatujázott Istenről beszélek, akiről a papok szólnak vasárnaponként a templomokban, különböző nyelveken, különböző formulák alapján, hanem arról, aki az ember lelkében él, és ugyanakkor betölti a mindenséget is. Aki egy szemében az élet zenéjének szerzője, a világ összhangjának egyetlen vezénylő karmestere és valamennyi hangszernek gyártója. Minden egy szemében, s akinek mindazok az emberi értékek, melyekről nagyapám szólott volt, örökké való tulajdonságai, mely tulajdonságokat minden alkotásába beleépít, tehát az emberbe is, mint ahogy a Szentírás mondja, saját képére alkotja. Ez a saját kép mindezeknek a tulajdonságoknak az összességét jelenti. Erről az Istenről beszélek, az élet Istenéről. Amint mondottam, már 4 esztendeig dolgoztam, mint városi szeméthordó, rabszolgatartóim parancsa szerint. Ez alatt a 4 esztendő alatt sokat láttam és sokat tanultam. Megismertem a rabszolgaság minden megaláztatását, minden gyötrelmét, de megismertem a rabszolgaság erejét is, azt a felmérhetetlen türelmet, amit Isten a rabszolgáknak adott, hogy ennek segítségével is ezen keresztül dolgozni tudjanak a maguk megváltásán. S megtanultam azt, hogy mindezek a tulajdonságok, melyek egyedül alkalmasak arra, hogy az igaz világot fölépíthessük belőlük, a valóságban ott vannak, minden emberi lélek mélyén. Mélyen, lent, minden emberi lélek jó, igazságszerető, tisztességes. Mélyen lent, ahogy mondom, a rátelepedett iszap, szennyvíz, fertőző gáz, és mesterséges elméletek felszíne alatt, a félelem kőfalába zárva, minden ember lelke egyformán Isten tükrözi. Csak meg kell találjuk a módját annak, hogy először is kiszabadítsuk a félelem börtönéből, letakarítsuk róla a szennyet, a mérges gázokat, fertőző, nyavaják elméleteit, és visszaváltoztassuk emberré az embert. A rabszolgaság eltörlésének ez az egyetlen módja, Író Úr, és mi, fiatalok, ezt az utat kívánjuk követni. Elébb idekint szervezkedve és dolgozva, majd hazasugározva a mustármag hegyeket mozgató erejét. Bizonyára ismeri a mustármagról szóló példázatot. Rám nézett és elnevette magát, ne gondolja azt, hogy bolond vagyok. Ki más megoldás hiány Istenről papol? Ott Bukarestben megismertem valakit, mondhatnám azt, hogy véletlenül. Egy délután kimentem a Bölcsészkú parkba. Kis térség, néhány fával meg bokorral, ahol a dolgozó rabszolgák szabad délutánjukon zöld füvet is láthatnak a kőrengetegben. Nos, az egyik padon ott ült egy alancsony, kis szakállas ember, és valami kis fekete könyvet olvasott. Mikor leültem melléje, láttam, hogy a Biblia volt. Magyar Biblia. Minek olvassa a zsidók történelmét? Kérdeztem tőle. Gúnyos lehetett a hangom, de nem bántódott meg tőle. A törvényt tanulom belőle, felelte komolyan. Minek a törvényét? A megmaradásét.
rám nézett. Komoly, szürke szemei voltak. Érdekli? Kérdezte. A megmaradás? Igen. Feleltem. Jöjjön, mondta. Utcák sorozatán keresztül elvezettek egy szennyes kis sikátorba. Úgynevezett munkás lakások voltak ott. Rabszolgák számára épült tömegszállás. A házba, ahova bevitt, mind magyarok éltek. Áttelepített magyarok. Maga még olyat nem látott, ahogy azok ott éltek. Egymás terhét hordozzátok, tanítja a Biblia. Valamennyien hallottuk már ezt a papok szájából, de ott mindez nem csak szó volt, hanem cselekedett, törvény. Akik ott éltek, abban a modern szocialista nyomorúságban valóban egymás terhét hordozták. S mert ezáltal betartották a legeslegelemibb emberi törvényt, vidámak voltak, kedvesek és barátságosak, és nevetve tűrték a rabszolgasorsot, mert tudták, hogy mindez, ami rossz, elmúlik, s csak az marad meg, ami jó. Hát, ezt tanultam ott, látja, ezt az újféle magyar tudást. És ezt hoztam vissza magammal ide, a kint élő magyarok közé. Mint otthonról szóló üzenetet, mint iránymutatást, mint minden rossznak egyetlen megoldási lehetőségét. Azt az újféle lelki és szellemi formulát, mely valójában a világ legősibb formulája, a gyakorlat számára azonban elveszett valamikor évmilliókkal ezelőtt, mit tudom én mikor és hogyan. Csak azt tudom, hogy világomlásnak kellett jönnie, a szenvedések tüzes poklának kellett jönnie ahhoz, hogy rátaláljunk. Szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek benneteket. Ismerős szavak? Ez az a forrás, melyhez vissza kell térnünk, ahonnan a valódi értékek erednek, melyeket minden embernek önmagából kell kibányásznia ahhoz, hogy valóban szép és maradandó világot építhessünk belőlük. Köszönöm a türelmét, író úr. Fölkelt a kerti székből, és rám mosolygott. Áldja meg a jó Isten! Kezet fogtunk, aztán szó nélkül lelépett a tornácról, visszatért a kis fekete gépkocsihoz, beleült, és megindította a motort. Még egyszer visszamosolygott reám, aztán elnyelte az erdőbe aláereszkedő meredek út. Lentről még hallani lehetett kis ideig a motor távolodó zaját, aztán elült az is. Csak a csönd maradt, s a tenyeremen gyűrött, sárguló papíron két porladó virág. Egy ember erekjéi, melyeken keresztül valami szépnek, nagynak és igaznak a gondolata átmentődött a jövőbe, hogy ott csírába szökkenve új élet rügyeivel takarja el a romokat. Legyen veletek a jó Isten, fiatal magyarok! Vége.